Méltó helyszínt választott meglepetés koncertjéhez három fehérvári középiskola kórusa, a Ciszterci Szent István Gimnázium, a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola vegyes karai a Városház téren az Országalmánál köszöntötték adventet. A Kisangyalok karát szervezik ugye a városban most már több éve, ez az alsó tagozatosokra vonatkozik, és a gimnáziumi korosztálynak valahogy én hiányát érzem, hogy nincs egy ilyen lehetőségük kiállni, énekelni ebben az időszakban. Az ötletből nívós megvalósítás lett, hiszen a három kórus közösen karnagyaikkal szép estét és mosolyt varázsolt a karácsonyi készülődés jegyében a fehérváriak arcára. Mivel mind a három iskolában valamilyen szinten képviselve vagyok a gyerekem által a Telekiben, mint karvezető a Hermannban és ugyanígy karvezető és énektanár a Ciszterben, ezért nagyjából ráláttam a műsorra, és tudtam, hogy van három olyan mű, amit el tud énekelni mind a három kórus, és ezért gondoltam, hogy akkor legyen egy olyan éneklésünk, amikor a három közös művet elénekeli a három kórus együtt, és utána mindenki még egyet-egyet énekel. Egy ilyen kis flashmob-szerűen a város lakosainak örömére és a magunk örömére gondoltam, hogy álljunk ki egy kicsit énekelni. A felhangzott művek közelebb hozták a dalt az ünnepvárókhoz, és megerősítették Székesfehérvár a kórusok városa is.